Épp most hívtalak. Beszélnem kell a fejeddel, Miki. Azért jöttem csak. Különben nem jövök. Nézem a tévét, üljél le. Nézed a tévét. Jól rászednek az új haverjaid. Azt hiszed, hogy elfogadnak? Mekkorát fogsz te csalódni? Azt hiszed, hogy a barátjuk vagy mi? Kit érdekel a barátság? Esküszöm, olyan kis buta vagy. Figyelj, én nem vagyok lúzer. Ha megpróbálnak átvágni, ne tudd meg, hogy mi lesz. Leszedem róluk a lét, aztán hip-hop, már itt se vagyok. Ne tudd meg, milyen komoly dologgal bíztak meg. Itt már nincs beszélgetés, meg barátság. Itt már mindenki benne van, nyakik. El tudom én neked mondani, Miki. Csak tudod, mi a baj? Az a baj, hogy kurva nagy a pofád. És ebben már csak te vagy benne, szerintem. Érted? Ez megérzés. Tudod, mi lesz a megérzés? Hogyha majd a sok lóra tud leszni. Meg itt. Félted a Miki bácsit, mi? Figyelj. Én nem haragszom, csak a hülyeségeiddel ne fárasszál. Van itt erő is. Meg ész is. Na, ne majd érzel. Kérsz enni? Mi van? Visszaraktak pultba? Csak kisegítek. Ja, az más. Kérsz valamit, vagy? Kávét. Cukor nélkül? Aha. Nem félsz, hogy bejön? Szemeddel meg mi történt? Rámugrott a kisnyú. De szarfolyén. Ja. Valahol elvesztettem a humorérzékemet. Lejött a kávé. Köszönöm. Mi a szar ez a távcső? David! Hazautazom. Most? Lejárt a fél éve. Én nekem Tel Avivban van a családom, én oda tartozom. Szó nélkül. Könnyebb így mindkettőnknek.
semmi. Mindennyivel fogom parázni. Akar. Kell a borotva! Bassza Mit szarakodsz ilyen sokáig?